Üdvözlöm a Kockadó a nézőt, én Matyi vagyok, és a mai videóban egy újabb régiszertet fogok bemutatni, ami a 75-111-es Darth Vader összerakható minifigura. A set maga 2015-ben jött ki, akkori árán 10.000 forintba került, de még mindig meg lehet találni egyes internetes boltokban 20.000 forint környékén. És illetve 160 elemet tartalmaz, amelyiken van valami dekoráció, az mind nyomtatott elem. Kezdődjön is az összerakás. Készen is lennénk az összerakással, és kezdődjön a bemutató. Maga ez a Darth Vader összerakható figura, ez a legelső ilyen összerakható Star Wars figurákkal jött ki 2015-ben, és ez az egyedüli ilyen összerakható figura, amiből csináltak egy remake-et egy évvel később. Minden végtagja mozdítható, és minden porca is, tehát lábfejtől térdig, derékig, csukló, könyök, vál, meg a feje is. Illetve eléggé instabil, mert nagy a felső testi súlya a közepe miatt. A set nem tartalmaz matricákat, mindegyik elem nyomtatott, ez a kis része, a panelje, mellkasvédője, illetve az oldalán látható ilyen szövet minták, illetve a köpenye az egy nagy szövet darab, amit két helyre lehet beakasztani, itt van egy felsőbb, illetve én általában az alsóba szoktam beakasztani, mert akkor így a páncélja elébe lehet tűrni, ahogy a filmekben is látszik. Igazából ennyi lenne ez a set, 9/10-et adok rá, mivel LEGO értetetlen módon rengeteg ilyen építhető karaktert csinált, csak nem azokból a karakterekből, amikből kellett volna, és Darth Vader az egyik ilyen, hogy is mondjam, karakter, amiből megérte csinálni. Tehát a építető karakterek azok alapból ilyen csontvázszerűek, tehát alapból csontvázszerűen kinéző karaktereket kellett volna ebbe a formátumba átrakni. Nem úgy, mint például Jyn Erso, Han Solo és társai, amikből a mai napig lehet kapni darabokat egyes boltokban. Köszönöm szépen a figyelmet, következő videóban találkozunk, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, sziasztok!